Beemeli, Nagy Zsolt elől vágja ki Golyan. Gracsov, akiről lemondott a BVSC, és alig ha nem bánják már azóta. Életveszélyesen játszik az öreg Biztes Krisztián. Még mindig ő Dombi mellett megy tovább. Lipcsei megpróbál lőni, és ebből a távolságból lehet is. Nem is volt bizony rossz. Biztes Krisztián dolgozta ki a helyzetet, egy 18 esztendős fiatalember, aki most az utolsó mérkőzésekre lett csak biztos csapattag és kezdő, és aztán Lipcsei lőtte rá. Radu van Kellerrel szemben, egy román játékos. Keller gurítja le, Gregor lendületből indul meg befelé, jön is a segítség, Lisztes és Csigán, Lisztes mellé! Ez bizony óriási helyzet volt. Egy szemvillanás alatt nagyon ügyesen, nagyon jól Lisztes hagyta. Pontosak a labdák, lábhoz jönnek, Csigán jól teszi vissza kényszerítőből, és éppen csak mellé. Most kéne szabadulni a labdától Lipcsei, jó csel, ez is jó. Sándor Csaba mellett tette tovább, mindenki kapkodja a lábát is. Simon teljesen tisztán középen, csak nem tudja levenni. Madar visszaadja a Ferencvárosért, meg Nagy Zsolt. Nagy Zsolt, egy kiugratás Gregor helyzetben, elgurítja a kapus mellett, és mellé! Jól kezd a Ferencváros, ez a második 100%-os zicser. Nagy Zsolt ugrat ki, beragadnak a debreceni védők, Gregor lép ki, elgurítja, de a kapu mellett is elmegy. Most már tartósabb vendég a Loki a Ferencváros tér felén. Lehet, hogy most már helyzetet is tudnak csinálni rövidesen. Sándor Tamás, Kondás, Szejler megpattan, így bizony éppen csak, hogy elérte. Kifelé kanyarodott a labda, nehéz elrugaszkodni a kapusnak Nagy Zsolt közben. Csigán, kijön a másik kapus, Horváth Béla, és nem találja el rendesen. Hát igaza lesz Ajdő Józsefnek, nem könnyű a kapusok dolga. Gregor már el is végzi a bedobást, Lipcsei. Simon elől emelik föl. Gregor ott hagyja a labdát Lipcseinek. Mellé, és ezzel felszabadul a debreceni kapu. Lisztes. Jó, ügyesen indul meg. Még a kigurítása is, mindenki mellett elmegy. Vissza lehet ívelni középre, Csigán. Még mindig ott. Szűcs Mihály, vissza középre, és abszolút zicser. Gregor, a második nagy helyzete. A hetedik percben volt egy, most a 13-ban még egy, és azért akármilyen nehéz a talaj, ilyen távolságból az az érzésem, el kéne találni legalább a kaput. Szűcs harcolja ki a labdát, teszi vissza, és ott a fejes. Most Garambölgyi Lajos hangját hallottuk, Gracsov Viktor küldte hátra. Lipcsei még beljebb megy, hogy jobb legyen a szög, csak aztán már nem tudja bokából leszorítani. Kuznyecov megy vissza, Lipcsei megy vissza, megy a birkózás a talajjal és egymással. Ferencváros, DVSC 0-0. Negyed óra telt el eddig, Nyilasi Tiborhoz a kérdés, mi volt az előzetes terv és mi valósult meg eddig ebből? Az volt, hogy támadjuk le az ellenfelet a saját térfelén, ez többé-kevésbé rendben van, csak a helyzetek és ezek a megint a befejezésekkel baj van, de hát remélem, hogy lövünk egy gólt, hogy nyugodtabban tudjunk játszani. Kuznyecov a labdával, Lisztes Krisztián, marad Lipcsei. Tizenkilencedik perc, nem volt különösebben veszélyes. Horváth számított rá, látta a labdát, biztosan fogta.
Keller már bedobja a labdát, Lisztes fölemeli. Kuznyecov jól veszi le, és ezzel egyből helyzetbe is kerül. Elegáns kiszolgálás, Lisztes! Kondás szerelte. Benne egy ember, nem lesz. Ketten is ott vannak, hárman is, Gregor! Gregornak a harmadik 100%-os zicsere. Ennél jobbat egy játékos, élvonalbeli játékos, állítom, hogy nem is kívánhat. Megállítja a labdát. A távolság 11 méter, hát legalább a kaput. Legalább azt a nagy-nagy fránya nagy kaput gondolom illene eltalálni. Elveszti a labdát Simon Kuznyecov. Lisztes. Vissza Kuznyecovnak. Lipcsei. Még mindig. Les. Marad a 0-0. Itt a labda, és bizony előrébb volt a ferencvárosi játékos, tehát rosszul mutatták a lest. Simon. Csigán. Utána megy még. És levágódik Golyánról, szöglet. Most az első félidő végére erősödő ferencvárosi nyomás, és megint egy kicsivel több játék. Nulla-nulla továbbra is. Nem mondhatni, hogy szétveti az öröm a Ferencváros kispadját, mint hogyha gólon kívül valami plusz hiányozna a kapu elő. Hát a pont, a befejezések hiányoznak, és rosszul oldják meg, mert a Gregor Jóska esetében is a beadás után átvette, és ezt nagy fölötte belsőre kellett volna bepasszolni, tehát egy rutinos játékosoknak jobban fel kéne találni ők magukat. Hát nem jó a tűzzel játszani, mert az ellenfél ugyan nem rúg kapura, de hát bennük van a kontra lehetőségből egy jó befejezés sajnos. Simon. Nagy Zsolt. Lipcsei egyből vissza. Lisztes. Lisztes gólhelyzetben ellövi. Gól! Az első félidő utolsó percében négy nagy helyzet után Lisztes a gólszerző. Lisztes egy picit kisodródva, remekül ellövi a hosszú sarokba. Szép megoldás, lendületből érkezett és futott. És nagyon szépen megszerzi a Ferencváros vezető gólját. Megpróbálja még beérni Sándor Csaba, de késő. Éppen még belefért az első félidőbe. A helyzetek alapján a Ferencváros vezetése megérdemelt. Négy zicsert rontottak addig, amíg az első gólt megszerezték. A Debrecen azonban annyiból mindenféleképpen balszerencsés, hogy úgy festett, ki tudják már húzni az első félidőt kapott gól nélkül, ami sokat jelentett volna nyilván lélektanilag. Így azonban egy 18 esztendős fiatalember, Lisztes Krisztián, első NB1-es góljával, hiszen mondom, éppen csak pár hete játszik a Ferencvárosban, és az utóbbi fordulókban lett kezdő. Szóval egy 18 éves fiatalember góljával a Ferencváros pillanatnyilag 1-0 arányban vezet. Az első félidő nem volt különösebben jó színvonalú, ezt azoknak mondom, akik esetleg közben értek volna haza. Hiszen váltunk TV1-ről TV2-re. És nagyon sok embernek most járt le a munkaideje, és közben ért haza, míg ment a mérkőzés. Bedobás. Gregor lövi rá. Hoi! Most szerencséje volt Horvátnak. Megpattant a labda, belekapott még.
a soproni kapus Milram hasonló esetben rosszabbul járt a közelmúltban, akkor neki becsúszott a hóna alatt a labda. Gregor rövi rá, itt pattan meg, így de kellemetlen. Rosszul találja el Madara labdát. Pető, Gregor és Nagy Zsolt. Nagy Zsolt már a 16-oson belül. Nagy Zsolt még beteszi középre. Pető rúgta ki. Hatodik perc a második félidőben, Ferencvárosi vezetésnél. 1-0. Kuznyecov. Gregor. Golyán van bent, azért nem volt les. Csigán teszi ki a labdát, Keller. Ügyes perdítés, helyzet, és ez a helyzet is kimarad. Gregor képtelen a mai mérkőzésen gólt lőni. Jól fordul le, jól kerül helyzetbe is fölé. Marad az 1-0. És Csigán hagyta ki a helyzetet, elnézést kérek Gregortól. Stelek, Glacsovtól elpattan, már nem először. Fordul ilyesmi elő. Pető fejelte el a labdát. Éppen Lipcseinek. Gregor. Még mindig cselezget. Visszateszik neki. Gregor, onnan nem nagyon lehet lőni. Abból a szögből, belsővel, erő nélkül. Marad az 1-0 továbbra is. Csigán akarta levenni. Lisztes viszont le is veszi, és egy jó csellel indul meg. Nagyon jó a szóló eddig. Lövőhelyzet, belenyúlnak, és kis hián öngól. Pető ért a labdába, lábbal mentett aztán a kapus. És sárga lap lesz. És miután már volt sárga lapja Lisztesnek, kiállítja Púl. Itt a lövés, belenyúl még a védő Pető, és óriási szerencsével tudja megfogni Horvát. Aztán megy a szabad labdáért, vagy a kipattanó labdáért, és nyújtott lábbal előre megy Lisztes. Kiállítás. Ha visszahúzza a lábát, gondolom enyhébb elbírálás alá esik, de így, hogy nyújtott lábbal szánkázik bele a debreceni védőbe, erre már nem lehet azt mondani, hogy a labdáért ment. Bal szerencséje van. Már volt egy sárgája, innen már, ha visszahúzza a lábát, gondolom pulszíve is megenyhül. Így azonban ki kell állítani jogosan. Azt hiszem, hogy ez egy nem várt fordulat Nyilasi Tibornak. Most mennyire kell majd átszervezni a csapatot? Láttam, ráadásul cserére is készültél. Hát most már nem fogunk cserélni, legalábbis addig, amíg ugye meg nem... amíg tudjuk tartani az eredményt. Tehát a Gregor jött át jobb oldaléknek, a Cigán bal oldalékre, és a Nagy Zsolt jön vissza. De hát itt a kiállítás, nem tudom, hogy mennyire jogos, biztos, hogy rátartott a kis Lisztes, de hogy ő 17 évesen nem szándékosan csinálta, abban is biztos volt. Úgyhogy hát ez egy nagy hátrány, de ki kell bírnunk valahogy. Telek megy oda mellé, ez az a bizonyos Játsz le kicsiben című történet. Nagy Zsolt, Lipcsei mellett rúgják tovább, Kuznyecov, benn van Golyán. Egy kis keverés, kavarás, Gregor, még mindig ő, Keller, és nem is volt rossz. Marad azonban az 1-0 továbbra is. Keller volt az, aki kidolgozta a helyzetet magának, és szorongatott helyzetből félfordulattal kapura küldte a labdát. Átlépi Golyán a labdát. Balog.
Kondás. A 39. percben járunk. 10 emberrel a Ferencváros, Medvid. Gracsov, ott hagyja Sándor Tamás gólhelyzetben, és Seiler jön ki nagyon jó. Meg is ütötte magát a kemény talajon, a hasán csúszott, de nagyon jó volt a kimozdulása. Közben Szekeres levetkőzteti, cserére készen Nyilasi Tibor, de ha ott marad a labda a Ferencvárosnál, alig ha fog cserélni. Egyelőre ott marad, Keller ellövi mellé. És erre szokták azt mondani a régi nagy játékvezetők, egy okos bíró, ha letelik az idő, és feszült, hangulatú a mérkőzés, akkor nem nagyon hosszabbít, hanem lefújja, legyünk minél hamarabb túl rajta, ne legyen botrány, ne legyen verekedés, ne legyen hógolyó, full lefújta. És ezzel véget ért a szezon is. Egy elég közepes mérkőzéssel a Ferencváros lehet elégedett, hiszen bizonytalankodások után és a fehérvári vereség után most nyerni tudtak, a Debrecen lehet szomorúbb, hiszen egy nagyon jó szezon után pont a slusszpoén nem sikerült a Ferencváros ellen, tehát Lisztes a gólszerző.